Jelentős horvát közösség él a Baranyai Nagykozárban. A helyi horvát önkormányzat szívesen együttműködik más intézményekkel és szervezetekkel. Mindezt azért, hogy megőrizze a horvát nyelvet, kultúrát és hagyományokat a helyi közösségükben. Emellett különböző kulturális, művészeti és sporteseményeket szerveznek, mely által megerősíthetik a közösség és a horvát kisebbség önazonosságát Nagykozáron belül. Ott jártunkkor, keresztelő Szent János napjához kapcsolódva, horvát napot tartottak június 22-én. A templomba elhangzott, de ez a nap a nagykozári falunak a búcsúnapja. Ivanyi, azaz keresztelő Szent Jánosnak a születésnapját ünnepeljük. És ez egy régi hagyomány már. A program az első, hogy elmegyünk misére, ott elveszünk, imádkozzunk, stb. Ide lejövünk, társalgunk az emberekkel, akik jöttek. Állítólag jöttek másik, akik innen elszármaztak, egy páran láttuk, akik jönnek, meg olyanok is, akik nem is tudjuk, hogy kicsodák, mert ebbe az új faluba már olyan emberek élnek, hogy nem mutatkoztak be, hogy én horvát vagyok, csak néha halljuk, hogy jelöltette magát például ugye a választáson. Hát ő is horvát, de nem ismerjük sajnos. Nagyon kevesen vagyunk sajnos, nagyon sokan meghaltak, olyan 120-an talán. Hogy lehet viszonyítani a lakosságot? Most vagyunk 2000-en, úgyis nem is tudom már. Hát 2000-en lakosság, igen. Hát ha azt mondjuk, hogy akkor régen nem volt 2000-en, mondjuk 1000 ember volt, hát abból az 1000-ből mondjuk volt 500 horvát, és akkor a többi az német, és beszármazott, magyarok jöttek a felvidékről egy páron. Hát van itt egy faluház, ott vannak a dolgaink, amiket kiállít, amit összeszedtünk, többek között ágyat, ruhákat, szekrényeket, babákat, mindent, ami az ember otthon úgy gondolta, hogy ez itt jó lesz, azt elhoztuk, és az ki van állítva ott, és meg is lehet nézni. Folklor műsorral folytatták az ünneplést a Művelődési Házban. Ezen fellépett a Szalántai Marica Kulturális Egyesület, a helyi óvodások, a Kátai Keresice kórus és a helyi Biszer kórus. A közös vacsorára minden évben nagy figyelmet fordítanak. Ilyenkor finomabbnál finomabb, hagyományos ételeket tesznek az asztalra. Nem volt ez máshogy az idei évben sem. Horvát napra most egy vegyes pörköltet szeretnénk kialakítani. Eddig úgy néz ki, hogy jó lesz, de hát még nincs kész, majd a végén tudjuk csak megmondani, hogy jó lett vagy rossz lett. Úgyhogy hát ez a vegyes pörkölt, ez lapocka, köröm, csülök, hát fűszerek, amik olyanok, úgyhogy speciális fűszerek, amit legalábbis amit én szoktam bele csinálni. Úgyhogy nem minden, de olyan. Én vagyok egy ilyen überben, és meg hát a párom, mert ugye ő is benne van ebben a csapatban, sőt ő a horvátok között ő az, aki összetartja a csapatot tulajdonképpen. Hát én meg egy párja vagyok, hát nem tudok más csinálni, azt kell csinálni, amit a tyúkom mond. Hát horvát napokon általában halászlé, hát ami ilyen hagyományos, amit nagyban lehet megcsinálni, ilyen egy tál étel, bográncs, gulyás, ilyesmit szoktunk, úgyhogy ilyeneket szoktunk főzni főleg. A helyi horvát önkormányzat több területen aktív és rendkívül fontosnak tartja Nagykozár kulturális értékeinek megőrzését és bemutatását. A magyar kormány támogatásával létrejött a településen található nemzetiségi ház, horvát, német és kevert szobákkal rendelkezik. A horvát szobát a helyi lakosok adományaiból rendezték be a horvát önkormányzat tagjai. A közös vacsora után barátkozással és zenés-táncos mulatsággal zárult az este.